A mérkőzés elején felváltva estek a gólok, 6-6-ig rendre érkezett válasz a kisvárdai találatokra. A félidő derekán aztán összeállt a hazai védekezés, a támadásokat pedig rendre eredményesen fejezték be a várdaiak, így a 18. percben 10-6, a 23. percben pedig 13-6 állt az eredményjelzőn. A félidőre 6 gólos kisvárdai vezetésnél vonultak le a csapatok. A második játékrész kiegyenlítettebb volt, a vendégek 4 gólra is felzárkóztak, igaz volt 8 gól is a két csapat közötti különbség. A hazaiak győzelmét egy percig sem fenyegette veszély, végül Vlatko Gyönövics együttese megőrizte hibátlan hazai mérlegét. Today I think Kisvárda made great victory. Ma egy nagy és fontos győzelmet arattunk. A Dunaújváros nagyon jó csapat, évek óta együtt játszanak. Az első félidő közepén feljavult a védekezésünk, és ezzel együtt a támadójátékunk is hatékonnyá vált. Több kézilabda kultúrából érkeztek a játékosaink, de egyre inkább kezdünk összeérni. Ma mindenki hozzátette a magáét a sikerhez. A vendégek edzője is elismerte a Kisvárda győzelmének jogosságát. A mérkőzést az első félidőbe veszítettük el, mégpedig ott 6-6 után ott a támadójátékunk, illetve a védekezésünk is szétesett. A 15 percben nem találtuk a támadásunkat, védekezésünket, kapusteljesítményünk se volt. Ugyan kidolgoztunk helyzeteket, zicsereket szélről, betörésből, de azokat nem tudtuk értékesíteni. A második félidő, azt mondom, hogy az pozitív részünkről kiegyenlített volt a játék, de ez a realitás most jelen pillanatban, azt gondolom, a két csapat között. Ennyivel jobb a Kisvárda, és gratulálok a győzelemhez, mindenféleképpen jól játszott a kisvárdai csapat. Az 5 gólig jutó Orbán Adrián szerint is fontos sikert arattak harmadik hazai meccsükön. Nagyon értékes győzelmet könyvelhetünk el. Nagyon sokat dolgoztunk a héten is, hogy meglegyen ez a győzelem. 6-6 után kezdtünk el a kezünkbe tartani ezt a meccset. Nagyon feljavult a védekezésünk, és támadásban is nagyszerű helyzeteket alakítottunk ki. A második fél időben volt egy hullámvölgyünk, de megtartottuk az előnyünket, és egy fontos 2 pontot szereztünk egy nagyon jó csapat ellen. Az NB1 tabellájának élén a 12 pontos Ferencváros áll, megelőzve a szintén 12 pontos Győrt. Az egy meccsel kevesebbet játszó 8 pontos Kisvárda a 4. helyen várja szerdai Váci vendégjátékát.